Na, sziasztok srácok! Itt vagyok ismételten egy újabb videóban, és a mai videóban ismételten brawlstartozni fogunk, méghozzá nem akármit fogunk csinálni, hanem ládát nyitni. Egész pontosan jelenleg öcsém karakterén vagyok, és nagyon-nagyon-nagyon remélem, hogy hát esetleg tudok egy új karakter szerezni neki. Nagyon jó lenne, ha végre nyitnánk valakit, hisz nyár után nem tudtunk új karaktert nyitni öcsémnek. De mert belevágnák a videóba, és elkezdeném a ládítást, meg kellek arra, hogy mindenféleképpen támogass a hatalmas lájkkal. Illetve felirkodással. De ez neked csupán két gombnyomás, neked meg tényleg mindennél több egy ilyen, hogy is legfelirkodol. Itt tartva a felirkodó cél, hozzuk azt a felirkodó célt mindenféleképpen. Illetve kövess be Instagramon, link a írásban, és egy hatalmas segítség, és nagyon szépen megköszönöm, hogyha bekövetsz Instagramon. Még egy fontos közérdekű közlemény lenne, ami nem más, mint hogy a nézőpontot a másodlagos YouTube csatornámon, keddig el kéne érni a 10 000 felirkodót méghozzá azért, mert ez a nézőpont az, amit tudjátok, ez egy sulis projekt, és hát nekem kedden lesz a bemutatás ennek a sulis projektnek, a fél iskola előtt, de inkább az egész iskola előtt, és addigra nagyon jó lenne, mert a 10 000 felirkodó, ha szeretnél segíteni, akkor a nézőpont csatornára mindenféleképpen iratkozz fel, link a írásba. De most az önpromó tényleg nagyon-nagyon sok lett, ezért kezdjük is el tényleg a videót, és kezdjünk el ládákat nyitogatni. A mai videóban ezeket a ládákat fogjuk kinyitni, és reménykedjünk a legjobban, hát ha jönni fog egy új karakter. Kezdjük is az első Big Box-szal, meglátjuk, hogy vajon ad-e valamit. Ez egy 2-es Big Box, ugye egy kis Byron, illetve egy kis Bell, amit nyitunk belőle. Majd ezután nyitunk egy kis szintén Byront, illetve Belt. Srácok, ne jegyetek meg, hogy tudok Byront nyitni. Mindent meg fogtok érteni hamarosan. Na nézzük. Nyitjuk ezt a ládát. Ez csak 1-es. Oké, nézzük, ezt kire is fogjuk kérni. Hát szerintem rá tudjuk már szinte csak kérni. Nézzük, a következő láda vajon az mit rejt magában. Egy kis láda lesz. Ez is 2 itemet rejt magában. Szintén Byront, illetve egy kis Belet. Oké. Nézzük a következő ládát, egy Big Box lesz, van benne gondolom Bell, illetve Byron így is van, Byron és Bell. Egyelőre az új karakter még nem érkezett meg, de remélhetőleg hamarosan ő is megérkezik, és nem kell rá sokat várni. Van még egy Mega Boxunk, egy Big Boxunk, illetve egy Bravel Boxunk, tehát minden ládából van még egy darab, illetve van egy pinünk, sőt van még egy kis PowerPointunk is. Na nézzük, hogy ebből a ládából mi lesz. 3-as, ez villogni fog. Ebből a ládából nyitunk valamit, lehet, hogy új karakter, lehet, hogy nem, de egy dolog biztos, hogy ez a láda bizony villogni fog. Én nagyon-nagyon kíváncsi vagyok rá, hogy nyitunk ebbe egy új karaktert. Jó lenne, itt lenne az ideje tényleg, és nem. Egy 8-bit gesít, egy nagyon-nagyon jó gesít, ami érkezik ebből a megaboxból, illetve még 200 token duplázó is érkezik, szóval ez mindenféleképpen egy jó megabox volt, azt kell, hogy mondjam. És mindig van 2 darab ládánk, tehát nem kell csüggedni, még bőven megérkezhet kedves új karakter. Hát ebből a ládából bizony nem fog érkezni senki. Majd a token duplázó, ami nem token duplázó, hanem PowerPoint, azt a Byronra kérjük, illetve van még egy Big Boxunk, és ezen kívül van még egy ládánk, mindjárt azt is ki fogjuk nyitni, de ebben sajnos nincs semmi. Tehát most akkor elmondom, hogy hogyan is nyitottunk új karaktert ingyenes ládából. Én tegnap felléptem öcsém karakterére, mert ugye megvettem neki a skint, és ami fontos történt, hogy a shopba voltam, és a shopba kinyitottam a skin megvétel előtt egy kis ládát, és ebből a kis ládából nyitottam egy új karaktert, de sajnos csak a végét tudtam már a nyitásnak fölvenni. Látszik, hogy még az animáció ott van, és az animáció csak a legvége látszik, hiszen ahogy látom, hogy nyitottam ki az új karaktert, lesokkoltam, de egyből próbáltam elindítani a felvételt, és akkor most ezt a felvételt fogjátok megnézni, amikor kinyitottam ezt az új karaktert, és erre ahogy reagáltam. Hogy mi a büdös manóba? Srácok! Öcsémnek kinyitottam Byront egy kis ládából. Az ingyenes ládából, a shopból. Hogy mi? Ahogy ezt megláttam, elindítottam egyből a felvételt. Nem tudom, mikor indult el, de mi történt? Mi a fene? Rákatintottam egy kis ládára öcsémnek, és kinyílt Byron. Mi a manó? Ilyen van. Itt a shopba, erre a ládára rákatítottam. Kipörgött Byron. Teljesen véletlenül kinyitottam Byron töcsémnek. Nem tudom, mennyi látszott ebből. De én pislogok, mint hal a vízbe. Kinyitottam Byron töcsémnek, wow. Na, hát nem tudom, én nagyon meglepődtem, amikor ezt az új karaktert kinyitottam. Szerintem ez nagyon durva volt, remélhetőleg öcsém örül neki, és még az öcsém reakcióra leszek, hogy nagyon kíváncsi, ő hogy fog reagálni erre az új karakterre. Viszont most beúrunk pár mérkőzésbe, és meglátjuk, hogy hogyan is tudunk játszani. Oké, nem az új karakterrel jövök, mert azt meg akarom hagyni, hogy öcsém tudja majd kipróbálni először.
tehát ezzel a brokkal fogok jönni, meg is van mindjárt az első Power Cube-unk, meg is lehetne, csak egy Sandy, az nem túl aranyos, azt kell, hogy mondjam, és igazán agresszívan próbál rám jönni, amit annyira nem veszek jó névem. Sajnos az első Power Cube-omat el is lopta, és valószínűleg az összes Power Cube-omat ellopta, amire egyáltalán esélyem volt, hogy megszerezzem, mert immáron talán még ezt meg tudom szerezni, csak hát onnan megint jön alulról a Sandy, illetve itt egy Edgar, de azt gondolom, hogy innen a legjobb, amit tehetek, hogy átadom azt a Power Cube-ot, illetve itt úgy látom, hogy van egy harc, a Bull kapta, ha jól láttam, de lehet, hogy nem. Az sem, viszont ott a Bullt azt ketten meg tudjuk ölni egész biztos. Úgy is van, annak halnia kell. Nagyon, oké, de vigyázni kell, mert körülbelül egy hites vagyok neki. Kapta. Hajj meg, nagyon jó. Muszáj volt elultiznom, hiszen alapvetően különben ő megölt volna engem, illetve Power Cube-ra sem nagyon szükségem volt, ti már is top 3 szituáció, mindenféleképpen egy jó helyzet, viszont még nem elég jó ahhoz, hogy megnyerjük ezt a mérkőzést. Amit ki kéne találni jelenleg, azt gondolom, hogy hol tudjuk megölni a másik két ellenfelet, és erre valószínűleg a válasz, hogy sehol, csak egy szörpor, na a Coldot talán meg tudjuk ölni. De az Edgart szinte biztos, hogy nem fogjuk tudni megölni. Coldot direkt nem lövöm le egyelőre, hanem az Edgart szeretném inkább majd bántani. Ó, azt nagyon sajnálom, hogy nem tudtam bevégezni, de milyen lesz üregesítem. És megint túléli. Oh boy. Ez bizony gond. De ott a győzelem! A 11 Power Cube-os Edgar 2 Power Cube-ban meg tudom ölni. Ezzel az első mérkőzést sikeresen meg tudtam nyerni. Hát ez mindenféleképpen egy szép mérkőzés volt, azt kell, hogy mondjam. Nem hittem volna, hogy ebből a győzelem lesz, de győzelem lett. Mi? Aztán autót. Ó, ez most nagyon necces. Szerencsére túlélem. Hát az a gadget többek között megmentette az életét. Ha azzal eltalálom, akkor egész másképp történhettek volna a dolgok. Ott egy Mortis. És sajnos eltalálni nem igazán tudok, de az valaki kaphatta volna a sebzést tényleg. És semmit nem kap. Hát a szívás egy picit, de talán még jó lehet ez a mérkőzés. Már immáron 5 darab Power Cube-ban rendelkedik, ami nagyon-nagyon sok és nagyon könnyen akár meg is ölhet engem. Viszont ha jól játszom meg, akkor akár még ilyen jelhetek ki ebből az egészből jobban. A Sandy az meg is halt, viszont ott, na, a Sandy ölt pontosabban. Viszont itt egy másik Leon, aki valójában egy Sandy még mindig. Annyira visszaségek a nevek, hogy más a karakter neve van és mással játszik, nem tudom. Sose láttam még olyat, hogy valakinek annyira neve, hogy Leon és Leonnal játszik. Mindig azt láttam, hogy Leon neve és valaki egész mással játszik. Érdekes. Oké, de nézzük, hogy mi fog történni ezen a mérkőzésen. Ott egy Mortis, jelenleg 4 darab Power Cube-bal, ő veszélyes lesz számunkra, de már top 6 szituáció van, ami egészen jól hangzik, legalábbis én azt gondolom. És azt kéne kitalálnunk, hogy hogyan is tudunk esetleg még egy pár darab gyilkosságot bezsebelni. Közben top 5, ahogy már állunk, ami egészen kezd alakulni. Ott egy kedves Mortis még mindig, illetve a Bibi most már 9 Power Cube-os, nagyon-nagyon erős. Minél kisebb lesz a kör, annál erősebb lesz, hiszen ki tudja az ellenfelét lakni a viharba. A Mortisra is nagyon oda kell figyelni a bokorban, hisz, mint tudjuk, azért, hogy Mortis is gonosz tud lenni, nem is picit, hanem nagyon. Oda kell figyelni, hogy nehogy valami rosszat csináljon. Sajnos a Mortis eltalálni nem fogom tudni, ebbe egészen biztos vagyok. Egyelőre várok, ameddig csak várhatok. És az a baj, a többiek is így gondolkoznak, hogy mindenféleképpen egy hátrány nekem. A Mortis kimegy a viharba, és a gadgetem nem talál, de a top 2 meg is van. És ezáltal egy top 2 lett a második mérkőzés eredménye, mindenféleképpen jó eredmény, azt kell, hogy mondjam. Persze ezt nem tudtuk megnyerni, mint az előző, de a második hely is egy szép eredmény. Már töltünk is be a harmadik mérkőzésünkbe, ahol remélhetőleg úgy fogunk teljesíteni, mint az elsőn tettük, nem pedig úgy, mint amelyiket nem tettük, mert egyelőre mindenki meccsen szépen szerepeltünk, legalábbis én azt gondolom. Megvan az első Power Cube-unk, és én inkább hátrajönnék most a biztonsági boxért, mind előre menni középenre. Agresszívan, mégis egy brokkal vagyok, és brokkal talán egy picivel jobb döntés, hogyha inkább hátra megyek, elhozom azt a boxot, ami fixen az enyém, majd utána esetleg megpróbálok egy Byrontól elvenni még boxokat. Az a Byron nagyon nagyot kapott, és bele is halhatott volna, sőt bele is hal abban, hogy ennyire agresszívan ment be középre, ami nekem azért lehet majd talán jó, mert én azt gondolom, hogy ezt a boxot el fogom tudni hozni, hiszen az Edgarnak jelen pillanatban nincs, most már van. Oké, az Edgar kellene büntetni, de időben lépett vissza, ezáltal a pokó életét megmentettem,
A Poco nem akarom életben. Ú, az Edgar veszélyes is lehet. Kapott 2000-es hitet tőlem. Poco, nyugodj meg. Nyugi, nyugi. Poco. Okos kis Poco. Jó, Poco. Nem akar valahé. Ez a Poco nagyon gonosz. Majd leultidom, azt megölöm szerintem. Ez a top 3. Így is van, és megöltem, és megint egy Edgarral kell egyvegyeznem. Csak ez most 14 darab power cube-ba rendelkezik, és nekem már csupán egy gesitem van, illetve ultim sincsen. Hát nem lesz könnyű ezt megnyerni, lehet, hogy csak egy top 2 lesz. Egy kis óriási szerencsével akár még győzelem is lehet. Valószínűleg kapja a sebzést, de ő közben nem tudom. Hát ez egy nagyon necces döntő lesz. Ha rámugrik, akkor szépen kell majd tartani végig a távolságot. Minden fixen ugrással fog kijönni. Nem ugrással jött ki, ez baj. De az ulti nagyon rossz. Eddig kb. Ennyi volt. Hát ezekkel a misszekkel már sok esélyem nincs. Hol van? Aha, ott van. Jó, kapja. Most közel került hozzám, csak megint nekem kifolyott a fegyverem. Az övében még be van töltve teljes mértékben. És igen, ez volt a végső hibám. Ezzel sajnos az Edgar tudta megnyerni ezt a mérkőzést, de nem baj, hisz a második hely is egy szép eredmény. És még egy utolsó mérkőzésbe beúrunk, ahol remélhetőleg szintén egy győzelmet fogunk tudni aratni. Meglátjuk, hogy van így lesz, vagy pedig sem. Egyelőre két második hely, egy győzelem, ahogy állunk. Tehát most egy győzelem kellene, és akkor szépen mind a kettőből kettő lenne. Mindenféleképpen egy szép eredmény lenne, de meglátjuk, hogy így lesz, vagy pedig sem. Jelenleg egy darab power cube-bal rendelkezek, ott egy Dynamite. Nagyon veszélyes egy Dynamite, mint ellenfél. Inkább ott is hagyom azt a power cube-ot, mert egy Dynamite könnyen meg tud ölni, egész pontosan kettő lövés vagyok neki. Nem hiszem, hogy megéri nekem jelenleg harcolni egy Dynamite-kal. Sokkal inkább, ami megéri nekem, ez egy biztonságosabb, nyugodtabb harc. És keresni egy olyan ellenfelet, akit könnyebben tudok megölni. Például így már ez a harc egész jó lehetett volna. Tényleg egyetlen egy lövés, ami hiányzott a Mike-ból. Az a baj. Elnyomtam egy kicsit, úgy voltam, hogy inkább megölöm. Nagyon-nagyon idegesítő karakter a Dynamite. Nem akartam, hogy életben maradj. Ó, kösz a pingyen power cube-ot. Ez házhoz hozta a power cube-ot, ez a kedves hordó. Aranyos volt, tetszett. Viszont valaki elől menekül, tehát valaki itt lesz errefelé, mindenféleképpen ezt gondolom. Így van egy róza, aki errefele lakodik, és csupán kettő power cube-os. Mit kap a róza? Hát sajnos már nem értem el az utolsó lövésemmel. És kettő miss zsinórba, ami mindenféleképpen problémás, de utána betalálok egy lövéssel. Majd még egyel. Az a nagyon rossz helyre ment, és így beakadok, ezzel meg is haltam, top 4. Top 4, át. Ez nagyon rosszul jött ki ez a játék. De nem baj, ez is pluszkupás mérkőzés lett, tehát nem panaszkodok. De srácok, ez a mai videó ennyi lett volna. Köszönöm a figyelmeteket, holnap találkozunk majd egy újabb videóba. Addig is velem tartás, komment, és mert persze felirkozás, én Nandorel voltam. Köszönöm a figyelmet, végzősz, hogy na, sziasztok. Ciao, bye. Felirkozni ér, ciao.